Zoli megkérdezte, hogy mennyire legyen pikírt, mondtam, hogy bármennyire. Mi legyen a sorrend? Ez most... Azt csinálom éppen. Az történt, most utána néztem, Péter, aki Münchenben él, ha jól vettem ki szavaiból, és valami fuvaros cége van, azt hiszem, 2018-ban hozott nekem egy 6-os karton Giesingert, és nem csináltam róla videót, mondom, Giesinger egy ismeretlen müncheni főzde, azt megkóstoltam az egyiket, mondom, megkóstoltam a másikat, megkóstoltam a harmadikat, Ez 2 éve volt? 2018. Nagyon izgalmas lesz majd, hogy az, amiket akkor kóstoltál, hogy élnek az emlékeidben, és azóta kóstoltál egy csomót, és mennyit változott majd az élmény. És ez nagyon érdekes lesz. Ez mindig vágyok arra, hogy bárcsak ihatnám azt a 2013-as távoli galaxist, vagy kóstolhatnám a mostani sörgeret. Amitől lefostod a bokát. Így van. És hogyha lenne egy olyan, várjál már sorrendet állítok, vagy egy olyan, csak helyet csinálom magunknak. Na figyelj, Belgian Blonde Ale 6,5, ez valahova a végére. Egy Red Ale, ezt is tegyük egyelőre félre. Ezt valószínűleg meg kell fordítani, mert fordítva rajta van rajta a címke direkt, tehát hogy ezt meg kell fordítani. Ugye, ez a Munich, ez meg volt, erre nagyon emlékszem, hogy ez olyan nagyon hell lesz, de hogy az a lényeg, hogy úgy át van egy kicsit értelmezve, tehát klasszikus, elvileg mindegyik Deutsche Reinheitsgebot, de hogy már akkor is olyan modern és mindegyikön érdekes volt. Nagyon tetszenek ezek a pici buttplugok. Ezek a 0-33-as elég. De miért? Szép ez a palack. De ezek az erősebbek. Tehát... Nem feltétlenül, ezek a spéci szériáik. A nagyok vannak, az alapszortimentjük van a nagyobb palackban. Ugye a Márcen, az alap... Erhellung, mi lett ez az Erhellung? A Erjesztés, alsó... Ja, az Erhellung az Erjesztés? Gondolom. Nem, a Giesing, Untergiesing. Untergiesing, az alsó Giesingi. Obergierig ez például a felső Erjesztés. Tudom. De nem tudsz, se jobban németül, mint én, pedig még följöttél, de németül beszélgettünk hamarosan a telefonban. Nagyon örülhet mindenki, hogy nem hallotta. Ugye ez lenne az első, hiszen ez egy Leichtes Weissbier 2,8. Jó, mit szólsz hozzá? Rózsaszín kupakkal. Annyira Giesing egyébként Münchennek a munkás kerülete, dél, nagyjából közép-dél München. Hát ha már butt plug. Ó, készítettem is neked, tessék a Winkler-féle butt plug. Egy poharat kaptam, nagyon szépen köszönöm. Mi elfogytunk a reketyésből, nem tudtam neked hozni semmit. Nem baj. Na mindegy, szóval... Nagyon szép. Szóval, hogy egy munkás kerület, és hogy valamikor 2007-ben kezdték a főzést egy garázsban, és egy Stephen Marx nevű csávó... Nagyon jó jöttem. Nem tudom, hogy a Giesinger mennyire jó név egy főzdének. Szerintem te jól csináltad, hogy a saját neved a főzde, mert a reketjét meg is lehet jegyezni. Én... Az angolok egyébként különösen szeretik. Reketai! Nagyon jó illata. Na, hogy ilyenek? Mi a franc ez? Ez egy Leichter Weissbier. Federweisse. Nem tudjuk mi az. Egy nagyon érdekes, ilyen kenyeres, savanykás, citromos búzasör szerű, nem tudom mi ez. De... Hú, a végén mennyire durván jön az a... A kenyér, nem? Igen, abszolút. Ez is felső, hát... Piat eine Hellgeben... Hát Weiss. Virágosság a szín. Szóval szerintem a reketje jó. A Summitnak mondom mindig a Hoptop Summitnek, hogy a Hoptopnál hülyébb nevet nagyon nehéz kitalálni, mert Hop fanatik, Hop izé, Hop bigyó, azt se tudod melyik a másik, egyik olyan, mint a... Ez olyan, mint a kocsmák, hogy hány olyan kocsma van, ami benne van az, hogy bír valami szójátékban. Birtok, birka, bíráló, Igen. Szóval szerintem a reketje jó, a Giesinger nem annyira, bár így, hogy egy... Na, ja, és közben, hogy kiderült, hogy a Giesinger kezdi bekövetelni magát a nagyok közé, tehát a 6 nagy müncheni, akik az Oktoberfesten vannak, ugye Paulaner, Löwenbräu, meg a többi, aki nem jut eszembe, Francis Kanner. Szóval, hogy kezdenek nagyok lenni, ez a következő? Szerintem igen, mert szerintem ez a 5-3. Ez a láge, ez a... De ugye, hogy ez tök jó, nagyon korrekt. Tehát az, ja, ha kell valami relevánsat mondanom róla, azt kell mondani, hogy ahhoz képest, hogy egy 2,8%-os búzasört iszunk, egyáltalán nem egy vékony limonádé, teljes értékű sör. Teljes értékű sör. És nagyon jó, tök jó. És hogy
Nagyon jó illata van, hozza ezt a klasszik Hefeweizen vonalat, van ez a kicsit banános, kicsit szegfűszeges de egyek, kicsit de más. Igen, de kicsit a citrusosság, amit mondtál, az abszolút releváns. Hogy ki olyan modern? Vagy nem tudom, de... Klasszikusan modern. Mondd ki. Nem mertem. Azért vagyok itt. Ez egy Helles benyomását kelti, ez a Erhellung. Fú. Mi az? Ahogy a nagykönyvben megvan írva, német Anti most rikoltozna a boldogságtól. Mert? Ő nagy mert helleszes? Hát ő szeret nagykönyv alapján főzni. Mert te nem? Nem, hát én mindig egy kicsit másként csinálok dolgokat, tehát én mindig megpróbálom újra értelmezni az adott dolgot. Na, akkor ez igazából a te világod, mert egyértelműen ez egy jó Helles, de valahogy kicsit talán mézesebb, vagy én nem tudom. Hásméz. Nagyon finom. Na, ezt mondtam, hogy ez a Ronald Giesinger, hogy nem ilyen nagy megfejtés. Kitöltötted az összesen? Hogy... Aha. Nézzük össze a két poharat. Aha. Na, ez a haziness. Ezt mindig meg kell, mert ez éreztő, mert ezek szüretlen cuccok. Azért, és pasztorizálatlanok is. Akkor tehát majd meg... most megkóstolod, és majd most lesz az izgalmas partizán akció. Még gazdagabb lett ugyanaz. Most ne haragudj, hogy ezt mondom, ittad miatt te már a mi session lagerünket? Dehogy ittam, miért tettem volna ilyet? Szilárd hozott vala? Igen? Ilyen a session lagered? Csak ugyanilyen. De ez 5-3-as. Az meg 4-feles. Na? 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 Nem ugyanilyen. Igazad volt. De íz profilban, meg mindenben. És kérdezem Pétert, hogy... Mert ő bement a főzdébe, és mondta, hogy a neves Hungarian influencernek lesz. Ezt akartam kérdezni, hogy kerültek ezek ide? Ja, és egyszer rám írt Péter, hogy na várja már a videót, megírtam neki, hogy mi történt, hogy megiszogattam, de amúgy elképesztően jók. És erre most így 3 év után hozott egy ilyen nagyobb szortimentet. És mondta, hogy bement a főzdébe, mondta, hogy nekem lesz. Ingyen adtak egy rekesszel. Ja, és most kérdeztem tőle, hogy látott ő valami arra utaló jelet, hogy ez egy ennyire jó főzde, hogy mitől ilyen jó. Közben keressük a következő. Mercen? Hát vagy a Mercen, vagy a Heller. Vagy 3 dunk lesz, Heller? A dunkára még várjunk. Ja, ez a Munich. Ez volt a vadorzó, ez volt az, amitől őrültve élveztem, igen, megjelentem tőle. Ezt mindenképpen szeretném szóval látni. Mondtam neki, hogy... Szerintem ennél is ügyeljünk majd az előző töltési technikára. Hogy ön is kicsit... ki a hármat? Hát a végén, inkább ön is ki először a hármat. Oha! Ha! Die Farbe! Ugye a szín? Die Farbe ist schön. Super! Farbe ist toll! Ez volt az, amire tényleg megbolondultam. Kém, mint kém. Látott-e bármi arra utaló jelet, hogy mitől ilyen jók ezeknek a söreik? És azt mondta, hogy hát ez egy családi főzde, blablabla, bla, bla, hát a németeknél tudom. Minden bokorban van egy... Ebben nincs több? Nincs. Nincs élesztő, jó. De ez is egy kicsit ködös. Igen, ez se tükrös teljesen. És azt mondta, hogy nem tudja. De hogy nagyon jó fej volt ez a Stefan Marx a főnök, akinek Marx létére nincs óriási szakálla, ez duplán hiba. Nekem van, de mégis vagyok Marx. Feloldhatatlan paradoxont balfutottuk be. Nem tudjuk mi ez. Ja, hogy ez... Na, ettől örültél meg? Igen. És most hogy érzed most? Hellerbock? Na most ez egy... Ugye a boksöröknek van ez a... alkoholos, kicsit maradékcukros, édes, karamellás, kevés, kicsit kandiszcukros. Én ezeket nem igazán szeretem. Hű. Ez ugyanolyan jó, mint akkor volt. Na. Nem fejlődtél semmit. Nem fejlődtél. Hát a másik, jó. Ez volt? Hát ez. Ez a... Mi volt ez? Ez ja, az, amiről nem az tudjuk a, mi. Az R. Ahová ebben az van írva, hogy Hellerbock, oda nincs írva semmi. Hát szerintem ez az alapsőjük azért. Grusz, Giesinger, innen, figyelem, Dank für Unterstützung, Nachtem, unsere offizielle Braue. Mind a magamat hallanám. Im August 2020, Leider ausfallen musste Hannah. De ez a Feder Weisse. Ez nagyon jó, az is jó. Tudod mi a Feder? Most azon gondolkozom, hogy toll lehet. Hogy toll fehér, mert a Feder, és Feder, általában könnyű. Kanzain. Kanzain. Doppel alt, Geschmack 7. Nem, és Péter. 5-5. Feines Pilschen.
Pilsen. Pilsen, nem? Nem, ez egy kategória, ezt tudtam, de elfelejtettem. Na hát én még nem is tudtam, látod? Hogy olyan pilzenies, de valami csavar van benne elvileg. Remélem, nem dobtak be egy anyát. Simán, és akkor majd a csuklómra kerem, és megérzem benne az ízét. Nem tudok hibázni, jó. Már ez viszont tutter fix, hogy... Hát, Józsikám. Józsikben bukta? Aha, tényleg. Oltva vagyok, megkóstolhatod. Látod? Úgy gyönyörűen gomolyog. Látod, igen? Hogy oszlik szépen. De a pilzeni, az ugye alapban szűrt. Az nem lehet szűretlen. Hiszen a szűretlen, az már nem pilzeni. Nem hiszem, hogy ez egyébként a kategória besorolásában szerepet játszik a pilzeninél. Ott sokkal inkább a város, vagy a folyóvíz, a város, és a floor malted csehmaláta, a dekokciós főzés, a kétszeres dekokciós főzés, és a... Dekokciós a pilzeni? Hát az összes cselány. Ezt nem tudtam. Azok mind dekokcióval készülnek. Azért van ez a karamellás, kicsit ilyen énbörös színük. Hát biztos más a pilsen, mint a pilzner. Hú, ez tök jó, ez nagyon jó. Nagyon jó? De nagyon jó. Na. Olyan sejmes lágy. Azonnal... Sajnos lágy nem az én világom. Te a keményet és a... Nem, a rucskeset és a keményet szereted? Nem. A sejmes és a lágy helyet? Én a Hellest sokkal jobban szeretem, mint a Pilszt például. A Pilszt én sem szeretem, de ez Pilchen. Pilschen. Te mondtad, hogy... Pilsen. Pilsen, tényleg SCH az S-nek. Fú, rég volt. akkor ez a 7... De azt látod, Beer Pilsener Brauart. Pilsener. De ez, azt azért le kell szögezni, hogy ez nem egy pilsener. Tehát, hogy... Nem. Tehát nincs az a keserűség. Mielőtt átmegyünk azokra, biztos, hogy a ízét kell megígyük a búzát. Igen? Csak várjál már egy kicsit, mert... Ja? Kicsit ízé, akarom élve, vagy... Jó. Vagy menjek, élvez, kidobsz, mi van? Is. Én most azt nézem, hogy még amit a sok rizsából tényleg Google Translate-tel sikerült, hogy... 2007-ben kezdtek garázsban, és először gyümölcsös söröket és ilyen fűszeres szarokat csináltak, de megérezték a tömegigényt a rendes német sörre. Egyébként most ezt nem kell feltétlenül belerakni, de az, hogy bazd meg a németek, mi mindig nem tudtak túllépni azon, hogy kategóriában főzve... tehát egyébként ez az egész Reinheitsgebot, ez egyébként nagyon-nagyon megköti az igen. Egész német sörkultúrának a fejlődését, és ezért lettek az ilyen smoked, rauchbierek, ezek a füstös, mert akkor valamivel kellett baszódni, igen, és azok például, hát azok ilyen, hát nekem... A Bambergiek, nem? Nem. Nekem az a figyelj, tudod miért? Megmondom miért, mert én ittam a norvégoknak az ilyen füstös söreiket, és azok viszont olyanok, hogy megőrülsz. Jobbak? Én a Bambergiektől is, Schenkerla. Oh. Jó, figyelj, ezek klasszikusok, amik teljesen jók. Na várjál, és hogy az elsőben 300 hektó, az abban én hektóval nem tudok számolni. Hát, két nullát tegyél meg. És akkor mit kapok belőle? Litert. Tehát 3... 30 ezer liter. 30 ezer liter, nem tudok számolni. 2011-ben 1000 hektó, 2012 óta évi 12 ezer hektó. Akkor 12, 100. Te mennyi vagy? A reketje mennyi? Hát én ilyen 1800 hektó kb. Ilyen 180 ezer liter környékén kapargálunk most. Pedig téged árulnak most már sok helyen, nem? Ez hiperekben nincs reketje? Nincs reketje a hiperekben. It's a choice not to be there. Ó, oh, gondolhattam volna. Zoli így száll le a bicikliről. Szóval Weiss. Várj, ezt csináljuk úgy. Igen. Parancsolj. Köszi. Megengedett, mert ez viszont a crucial moment. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyrészt. Igen. Másrészt a Weissbiereknél a legfontosabb az a alsó lügykör, alsó irányú lügykör. Józsinak is hagy. Három pohár. Nem mokázta. Ja, hogy ez most úgy van? És melyik a Józsié? Amelyiket választod neki. Légy szíves, Robert, adjál a Józsefnek egy poharat. Nekem, látod? Ezt is hoztak. Ó, és gízingeres tulipán pohár, bár belga sörük. Ja, de van egy belga sörük. Na, és akkor?
igen! Ez mire vonatkozott? Hát ez már most mondom, hogy ez nagyon jó lesz. Ez tényleg olyan friss. A Himmel Olivier hogy utálna ezt? Azt a kurva. Ez ki? Rossz kérdés. Brewerman. Ezt majd nyugodtan kizetheted. Miért? Nem tud ilyet főzni. Nem, utálja a banánot. Ezt a banán, szegfűszeg, cloves, de én ezeket imádom. Hát ez a nagyon-nagyon klasszik, gyönyörű. Ugye ezeket az ízeket, ezeket az ízprofilokat ugye az élesztő teszi bele. Igen. És attól függően, hogy milyen hőmérsékleten erjeszted a búzaélesztővel a sörödet, attól függően hoz ki különböző jegyeket. De ez... Na és azt mondtam én Péternek... Milyen sejmes? Mennyire... Sejmes? Mennyire nem zavaróan van a szádban, minden... Nem, tökéletes, abszolút, friss. Nagyon jó. Olyan... Na, és azért nem értem, azért kérdeztem Pétert is, hogy mondom, mi lehet a titkuk, és mondta ezt a családi dolgot, és hogy tényleg rengeteg ilyen családi főzde van a németek, mind jó, legalábbis nekem szoktak hozni mindenféle, több csomagot kaptam a Winkler Brauereitől is, ami szintén egy... Van egy ilyen? 12-1 tucat, igen. Azoknak... You are famous. Van valami réz sör, ami nem tudom, valami ilyen német tájjellegű fajta. Mindenük tök jó, ezek mind jók, hiszen mindazt a 5-6 fajtát főzik, vagy 2-4-et, és jó, de hogy ez mitől ennyire jó, ez egyszerűen érthetetlen. És mennyire fűszeres egyébként ez a sör? Ha szépen járatod, szép lassan, elkezdenek jönni ilyen, majdnem ilyen borsos jegyek benne. Én ilyen mélyen nem szoktam elgondolkozni a sörökről. Most erre mit de nagyon szép. De, szóval esztétikai lett is. Hal íze is. Hal? És az jó, de az a kékúszójú tonhal, nem? Tehát nem egy ilyen nagyon proli iszapolt ponty. Nagyon passzom. Jó, mint az Iron Maiden? Aha. Sokkal. Várjál. 5-3 dunk lesz. Az mikor? Mercen? Vörös. Szerintem a Mercennel megy. Light. A Mer... Na? Innovátor. Várj, 7,1. Van még itt nekünk egy Simonus. Ez 7%-os Dunkel Weizbock. Dunkel Weizbock. Weizenbock? Viszont a Weizen, ha most volt egy Weizen, akkor most kéne a Dunkel Weizbockot. Hát én a Mercenre. Ugye a Mercen az ilyen vörös kés lesz, tehát ez egy jó átvezetés. A Mercen, de hogy is a Mercen, az nagyon sárga. Na miért? Robi, igen. Mi a Mercen? A Mercen az Oktoberfest, tehát hogy az a tavaszi erősebb sör, aminek túl kell élni a barlangürítésig a müncheni lágerelő mezőkön. Nagyjából stimmt. A titok és a trükk az, hogy ezt nem főzték erősebbre, és nem is főzték le másképp. Az tök ugyanaz a sör, amit egész évben főztek, csak mivel az ült a legtovább a nem megfelelő kondíciókban, a hordókban, ezért egy picit eloxidált, ergo besötétedett, és valamennyi nedvesség átdifundált a hordóknak a dongain, ezért erősebb lett. És az egész Oktoberfestet azért kellett csinálni, hogy ki tudják üríteni. Így. De a Mercen az full ugyanaz a sör volt eredetileg akkor, aztán utána azt mondták, hogy ezt meg lehet csinálni, mikor már nem volt ez a tárolási para, és nem volt az, hogy csak októbertől kb. Márciusig lehetett főzni, mert addig volt olyan a hőmérséklet, hogy ezért hívják Mercennek, mert ez a márciusban főzött utolsó sör. És a FIFO alapján a németek, azok szórták ki, ugye szépen lassan, ahogy fogyott a sztori. De mikor már nem volt ez a probléma, mert kontrollált hőmérsékletben, rendes tartályokban erjesztették a söröket. Szóval Mercen? Mercen. Folytasd! Mivel kontrollált hőmérsékleten és kontrollált körülmények között tudták főzni a söröket, azért hiányzott nekik az a... A vörös? Az a kis ízésebb, igen. Kicsit sötétebb. Tényleg egy kicsit vöröses. De a Mercenek, amiket én ittam, azok olyan nagyon arany. Bár ez az óarany, nem? Hát ez ámbra, ez amber. Ez az enyém, köszönöm. Ez olyan Pilsner Urquell, majdnem. Ez olyan, mint hogyha elkaramellizálódott volna a dekokció folyamán a maláta, és visszatették volna.
És utána elkezdték ezt. Tényleg vörös, honnan tudtad, hogy vörös lesz? Annyi mercet tudtam, egyik sem volt ilyen. Így volt Józsi, láttam? Ugye, hogy sárgák voltak a... Na, tessék, itt, ezért van egy Józsi, hogy megerősítse, bármit kérdezek és bólogat. Mutasd, ez... nem azt ad. Csak hogy lásd, látod? Aha. Bocsi József. Most vissza kéne önteni, hogy arányosítsuk, de vadd, még nem ittunk vele, úgyhogy... Én nagyon szeretem a mercet. Egyébként én is. De én például ebből nekünk volt az Amber Ale sörünk, amit mi sokkal komlósabbra főztünk, mert szerintem ehhez nagyon jól jönnek a virágos rétnek az ilyen illatai, a frissen vágott fű, és ezt ilyen egy jó, egyszerűbb amerikai komlóval gyönyörűen ki lehet hozni egy kicsi hideg komlózással. Erőt eszembe, megvan neked a Maison Tofu? De az influencerek új szent grália, tudod, akik mindig ilyen lemerül a földeken fényképezkednek, nekem eddig nem volt meg. Láttam egy ilyen, mondom, Leventura, szabad meg. Jó, de ez ne haragudj, ez az, amikor a méhecskék által gyártott terméket behajtod egy állóvízbe? Maison on tó? Bocsánat. Erre szeretnék nem reagálni, és kérem, töröljük az elméjükből. Figyelj, ez jó ez is. De nem olyan édeskés, tökre édeskés, ugye vár? Igen. Van benne az édeskés, szóval azért van, mert most már a merceneknek ezt a szint kristálymalátával adják. Nem láttam úgy... még ilyen színű mercent. Hát pedig így kell kinézni egy mercennek. Ha. És amúgy hol van a mercem? Bödön. Hogy ez 5-7-es, ilyen 5-3, 5-2-5-3 max szoktak lenni a mercenek. Na most képzeld el ugyanezt a sört, egy picike keszkéddel, hidegkomlózva, nem sok, mondjuk egy ilyen 2-3 gram per liter, egy gyönyörű virágos illatot hozna az egészhez. Na ez az, amikor, ez az, hogy én nem főzök stílusban. Hogyha én csinálnék egy ilyet, azt mondom, hogy csinálok, hogy mercen, de akkor valamit tekerek rajta, mert lehet. Nekik meg van kötve a kezük ezzel a jó kis törvénnyel. De az egy kicsit olyan, mint a gitárszóló, hogy valójában a zenészek egymásnak játszanak, tehát ezt a finomságot... A gitár annyira hátas, szóló, nem, abba hagyom, igen. Gitár szóló. Jó volt a mercem. Szar volt a poén. Várj, erre nagyon kíváncsi vagyok, de Lemon Drop Triple, ugye a Lemon Hét Drop fél. Az egy komló, csináltunk vele mi is izét, sört. Cutáltunk. Crafting Hopf. Genau, ezek nekik a craft, kettő darab craft, ez azt hiszem, ez a kettő az ő craft szériájuk. Mi az, hogy craft széria? Hát... Fuck knows, érted? Van nekik az alapszortimentjük, van nekik a speciál bírjaik, és van kettő darab, meg... 26 fajta sörük van összesen, ebből van itt most 14 elvileg. Hála jó Istennek. Meg... Na várja, milyen? Jó, igen, hát igen, ezt kell kávé megígyuk most, vagy pedig ezt, na ez Sternhage, ezt megfordítom, mert látod, így van rajta a cím. Nem, ez arra utal, hogy fejrálsz tőle, ha megiszod, mert 8 feles. Szerintem de mert... nagyon szakszerűen megfordítottad, semmi nem szállt le. Én a sedimentben bíztam. Várja. Hát nem, ez egy poén. Hát annak mondjuk elég szar. Hát, olyan szart mondott, mint te, az előbb az ne szarozza én... más szar poénját. Én, I'm the last to speak. Vagy csak rosszul fűzték be a címkét. De a hátsó az jól van rajta, úgyhogy... Igen, nem mondta Péter, hogy mondták neki, hogy ez a... illetve van ebben valami német poén, amiből kiderül, hogy... Egyikünk sem fogja tudni, mert mindketten csak ilyen liftben ordítoz a németül tudom. Fräulein bitte, Noheim Bill! Igen. Akkor figyelj, akkor most melyik legyen? Hát szerintem menjünk, kezdjünk el... Hát, na, nem ez már 7. 5-2. Szerintem menjünk arra, hogy redél, utána legyen egy doppelárt, és utána jön ez, aztán ez, és akkor te pedig döntsd el... Az élet rögös ország útján. Az biztos. Ez pedig döntsd el, hogy ezt a 7 és feles lemon droppost elöntötte. Ennyi. Kész. Nincs kérdés, nincs hatszacár. Jobb egy határozott és gyors rossz döntés, mint egy végtelenségig odázott jó. Én ennek a híve. Hű, milyen zöldes. Igen. Hoppá. És a lemon drop a szuper citrusos, ez szűrve van, vagy legalábbis ez valószínűleg szűrve van. Érezzük rajta, majd megnézzük József, Josephine-nek milyen lesz a bögréje. Várjál, ja, csak egy kicsit,
Nurány, ne nézz meg az enyémet, meg a tiédet. Tényleg. Hát what the fuck. Várja. Ugye? Ez big difference. Várj egy kicsit, kapsz te egy kicsit. Lehet, hogy az van, hogy mindig Józsi kapja a rendes üledékest. És akkor Józsi most nem kap? De, Józsi is kap. Józsi, hol van? Na még hát ne, így is elég kevés üledékem lett. Na annak van jó színe, nézd, annak van a korrekt színe. Egyébként... De tényleg, nézd, most hasonlítsd össze a három sör. Ők ezt gondolták. Ők így gondoltam, művész erre gondolt? Fagold össze. Hát igen, na németek ne csináljanak ipát. Vagy nem tudom, mire gondolták ezt. Ez a lemon drop, ez nagyon alkoholos, mi ez? Hát, hol van? Mi? Lemon drop triple. Crafty gehopft. Ja, hétfél. Nagyon, crafty gehopft. Egyébként én úgy vagyok, az az érdekes, hogy nekem még mindig az első tetszik. Az a 2.8-as Federweiss. Hát nem, szerintem a magasan a legjobb a izéjük volt ez. Nem a Márcen, hanem a... A az befosás volt. Meg a búzájuk is jó. Ez ilyen, ez pontosan az, amikor a német megpróbál csinálni valamit, és nem lép ki a izéből, annyit csinál, hogy kiveszi a German meg a cseh Noble Hopot, és kicseréli egy amerikai lemon dropra. Így ahogy haladunk a sörökkel, egyre több az angol. A hanglish. Hanglishban nagyon jó. It's hooing outside. Mondjuk ezt ilyen gyakran. Jó, Redél kérem. Redél? Én azt javaslom. Obergérig ez a hobbia. Das war schön. Wassergerste, Malz, Hopfenhefe. Hopfenhefe. Brauerei, Flammfasche. Hogy ez visszaváltható? Genau. Ugye, már most? Már most ez lehet, lehet, hogy egyébként tanulnunk kellene az eddigi dolgokból. A hibákból? Hát ez egy teljesen normális. Kellett ezt? Ja, nem. Profi van. Profi. Tehát nem az, tehát igen. Ezért is. Az a gyönyörű, átható kakasnyarók a szín, nincs üledék. És mi van, ha... Még egyszer. Nincs, mert fölkeverted az elő. Na várja, ez akkor tehát egy 5-2-es. Vörös sör. Lehet, hogy rossz lesz, mert... Nem, rossz lesz, csak tudom már nagyjából, hogy milyen lesz. Nem erre számítottál szerintem. De, hát reméltem, hogy nem, de ez a csináljunk ki. Nagyon érdekes lenne, hogy ők mennyit vízkémiáznak, azt lenne érdemes megtudni. Mert az IPA is azért volt rossz, mert vagy IPA, vagy a franc se tudja mi ez, Crafting Gehopft. Ez nekem ízlik, csak kicsit vízes, ahhoz képest, amit az illata ígér. Nekem ez tetszik. Bár kicsit most olyan élesztős a felkavarás miatt, nekem jobban tetszene, ha nem lenne élesztős. Mi van? Te kavartad. Mert eddig terrorizáltál ezzel a hülyeséggel. Én azt mondtam, öntsük ki először, így aztán nézzük meg. Hát, egyébként ez is tök... Tehát azt el lehet mondani az összes sörről, hogy nagyon, nagyon szolid, konszolidált, nem tolakodó, kerek, harmóniában lévő sörökről beszélünk, ez tök jó. Mindegyiket tudjuk javasolni vásárlásra. Azt gondolom, hogyha kell egy ilyet mondani, hogyha kell egy ilyen verdiktet mondani az egész dologról. Hát még így, hogy hátra van 2-4-6. És mindegyik már csak 8% kirek. Szóval ebből a szempontból ez is beleillik. Tehát, hogy ez egy nagyon ambíciózus főzde, hogy furcsa, hogy... Inkább azt mondanám, hogy nagyon biztosra mennek. Tehát, hogy itt patika mérlegen van kimérve minden. De nem kéne nekik ennyi félét csinálni, és nem csak ahhoz képest. Tehát nincsenek olyan hibák. Próbáltam rámelegíteni a szerb csoporttesztet, egy román craft tesztet, és tudod... A román érdekel, azt, hogyha akarod, megcsinálhatjuk még. Azt mondtad, hogy ezt a hophuligánzt ismered. Hát egy párat ittam tőlük, de ezektől meg még egyet sem. Tehát az, hogy, hogy ismerem, az erős túlzás. Ja, meggondoltam, hogy te... Majd megkérdezzük a kedves nézőket, hogy szeretnék-e látni újra a Lekötye Trifán Zoltánt, a kamerák előtt, Winkler Robert együtt. Tadá! Várjál, azt döntsön az alkohol. Aha, adunk lesz. Az 5-3. Várjál, ez mennyi? Ez 6 fél, 7-7, 7-1, ez meg
Az meg fejjel lefelé van. Igen, itt kerestem, de itt van. Az mindenképp a vége, igen. Megnyugodtak a gyerekek, jutott kutya mindenkinek. Ez valami rajzfilmben volt. Még van, még mindig van pohár. Ha? De ha szeretnél tölteni, tölthetsz. Nem, nekem ez megtiszteltetés. Ez egy dunk lesz, micsoda? Várj, hát van egy apró betűs rész ott. Naturtrüsszes dunkös. Ez egy klasszik. Naturtrüsszes dunkös. Ennek is nagyon korrektnek kell lennie. És az illata alapján már egyébként most az. És Józsitól megint el fogod harácsolni? Persze. Az üveget az utolsó... Te ő kóstol vagy én, vagy mivel? Köszönöm. Nézed? Mit nézek? Mit kell nézni? Hát, hogy van difference. Ja, hogy neked töltöttem először magamnak, akkor cseréljünk? Egyikünk sem volt még bele. Igazából, ezt igazából egyébként úgy kell csinálni. Igen. Hogy mind a hármunknak kitöltünk egy picit az elejéből, amikor még nincs felrázva, megkóstoljuk azt, és mind a hármunknak utána újra töltünk felrázás után. Hogyha majd, tudod mit? Egyszer csinálok veled egy lambik kóstolót. És... Lambik? Aha. De te csinálsz lambikot? Nem. Dehogy is, Magyarországon senki nem csinál. Azért mondom, ez a csömöri levegőben úszó éreztőből egy életerős... Nagy tarcsa. Bocsánat, nagy tarcsa. A nagy tarcsai gők kijött. Kijött belőlem a lokál patriótán. Na és annál... figyelj! Van egyébként a hűtőben a Diana asszony kedveli a morzsubitet, és most van egy morzsubit white valami. Ezt úgy teszek, mint nem hallottam már. Mert szerinted nem jó a morzsubit? Az lambik. Ez az elkínzott arcot. Fú. Mi van? Nem jó? Nem. És nem is lambik. Nem lambik. Nem szabad hazudni. Nem hiszem el, hogy lambik. Csak a csíkisörnek engedélyezik. One can do it, all can do it. Ugye mondtam, emelkednek az angol szavak. Egy valaki megteheti, bárki megteheti. Padom, tis, magyarul. Magyarul? És ilyenkor okosan, igen, magyarul melasz, karamell. Melasz, az melasz nagyon jó. És egy kis olyan, az a kakós piskót. Percük fél, hogy valami egész más szóval. Nagyon kapatva. Kicsit csöppet oda kozmát. Ez az, ugye? Na, itt a József fagyott nekünk még. Ez egy olyan barna sör, aminek van értelme. Én utálom amúgy az értelmetlen barna söröket, de ez egy... Olyan, amelyiknek. Which makes sense. Oh. Csak, hogy felzárkózzak. Macht? Macht? Genusz. Genusz az ízlés. Ja? Vagy az íz. Vagy smeg. Na mindegy. Na, hogy ez na, is jó. Ez is alapcuccuk. Ez is jó, és ez is egy kicsit más, mint ami lenni szokott, egy kicsit más. Hát figyelj, én azért voltam Nürnbergben egy pár kocsmában, meg Münchenben, meg itt ottam ott, és a Frankon is, ugye van a Nürnberg környéken ez a Frankon is a tartomány, igen. Ami a Bayernnek egy külön része, és ott minden nagyon... Ezeket az alap dolgokat, ezeket mind baromira eltalálják, és majd, hogy nem teljesen mindegy. Szóval hozzák ezeket a cserépkorsó, ezeket a mázas cserépkorsókban hozzák ki, hogy nem látod át, mert minden. A mi hülyeség ugye, hiszen nem tudod, hogy szakszerűen töltötték-e, van-e benne a hát, Francsa tudja, érted, megvan, van egy egész jó hangulat. Basszus. Egy kell, még mindig van ő. De nem annyira fogynak, és egyébként... Jó lenne, hogyha látszódna, de nem fog, de azért itt elég sok pohár van, elég sok sörrel benne, de na jó, tehát jó. Simonius, én azt mondom, én ezt a Simonius... Jó, nézzük meg! Mert ez egy... Ez egy Dunkelweizenbock. Dunkelweizenbock. Tehát ez azt jelenti, hogy búza, hogy bok, tehát hogy... Nem mondjak ilyen neked, tudod te? Hogy dekokciós búzasör. Bokok, azok dekoktál. Igen. Hát a boknak az a lényege. Deboction. Egyre több angol, egyre szarabb poén. That's me. Így csináljuk ezt. Na, akkor most csináljuk azt. Figyelj, igen. Csinálj, te látom, hogy már viszkedtél, hogy... Egy kicsit. De úgy, hogy tudod, az láss. Igen, ez látja le. És éles legyen. Legy éles. Nem, a közepén van az élességpontod, van az a kereszt. De ott a kezem.
Jól csinálod nem. Alapvetően, nem mondom, hogy azaz. Azaz, ügyes. Nem egy elveszett csóka. Fakd és sérelme. Na. Igen, na most ezeket megkóstoljuk, így, első körben, aztán igen. Pont ez lesz az, meg tudom, aminek nincs szediment az alján. Na ennek mennyire ilyen alkoholos, melaszos illata van. Vejcembok, de megvan a banán, meg az egfüzeg. Hú, ez is jó. Na lássuk, mit tud, hogyha meg odaadhatjuk. Ki kell ahhoz tölteni. Józsi, a múltkor nem így nyújtotta, amikor a valamelyik gyanús szerb craft főzde. Azok mennyire lehettek kózaszarok? Nem sikerült a kávé stoutot sem megugrani. Amit az a pedig az vazeg. Amit egyszerűen nem érte. Na. Most ez megdöbbentő, ez igazából én azt mondom, hogy ilyen Giesinger Simoniusnak nem tudom, hogy miért, ja azért van rajta a kecske, nyilván mert bok, a Simonia az pedig ugye az egyik halálos bűn, vagy mi volt a Dante poklában, ugye a Simonia az volt, akik pénzért adták az egyházi méltóságokat, tehát bárki besétált a Slayer náci gitárosa, Jeff Hanneman, és ő is lehetett püspök, mondjuk az volt a Simonia. Mert valami Simon nevű fószer vette pénzért. Na most kóstold meg. Mekkorát változott a két termék? De jó volt az első kort is. Jó volt, de ez mennyivel sokkal kurvára sokkal jobb. Olyan a sejmesség rá. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó. És figyeld meg, ezt mondom, az alap cuccaik, azok nagyon flow leszek. A többi az ilyen... Nagyon nem flow leszek? Hibátlan a szó, amit kerestünk. Flow leszek. Kimondtam én is. Ja, de arra, hogy kimondtam pont abban a percben. De pont azt mondom, hogy ez már de nagyon flow lesz, hogy ezek már nem alapcuccok, tehát ez most már a nyolcadik, tehát nincs nyolcféle alap, az alap a Húza, a Helles, a Mercen, és ezek már messze távolról se alap dolgok kéne, hogy legyenek. Tehát ez már a doppel Weizenbock, az már nem egy alapcucc. Úgy érted, dupla búza bok, csak hogyha már itt a magyarkodással kapcsolatosan baszakodjuk a másikat. De igen, nem, ez nagyon korrekt egyébként. Na, de hogy ez nem annyira alap. Figyelj, doppel alt, kraftig einge meist, zutaten, 7%, figyelj, oké. Engemeist. Azt bedeutet engemeist. Holnap méregtelenítő nap. Azt mondja, hogy... Az meg egy félmaraton futok holnap. Tényleg? Hol? Még nem tudom, majd valahol. Ja, hogy csak így önálló van? Hát akkor olyan lassan mész, ahogy nem szégyelsz. Hát most intervallban. Intervallban félmaratont? Aha. Tehát sprintelgetsz. Nem, pont hogy alacsony. Most izében... Levegő hiányos. Anaeróbb. Aha. Vagyis hát aeróbb. 7% doppel állt. Nagyon öreg. Blondér az csak 6 feles. Szerintem akkor legyen a blondér. Nézzük a blondért. Állt. A belgát könnyű elrontani? Figyelj, a belgáknak ugye... Kosszoltad a pannonhalmi? Nem, még nem. Pedig... Vagy a pannonhalmira gond? Igen, a pannonhalminak a belgáit. Hogy ők négyféle belgát innen is üdvözlöm Juhász Martin Blaise-t, aki a pannonhalmi apátság sörfőzőmestere lett most. Mert mi lett Tihanyi Fülöppel? Ő elmegy saját sörfőzdét alapítani. Tényleg? Uh-huh. És a Balú lett a izé, és nálam dolgozott. Ó! Saját sörfőzdét? Csinál a Fülöppel. De tudod miért volt Fülöp? Azért, mert hogy ő bencés diák volt, és azért... A Balú is. Ja. Minden, akkor... a sörfőzőmester és az üzemvezető helyettes is bencés diák. Érdekel, van a hűtőben. A? Egy blond, dübel vagy quadrupel? Melyik jó? Szerintem a blond, a dübel a legjobb. Hát akkor az.
Mondjuk kóstoljuk össze a blondot ezzel a blondot. Akkor... Milyen kár, hogy van még hadseretünk az asztalot, vegyünk ki még kettőt. De viszont én nem eszem. Váljak mosogatni, vagy mi van? Légy szíves. Jó. Ne. Ezt csak neked kell megkóstolni, hál' Isten, mert én ismerem. Hát túl karbonizált, úgy ránézése. Csak a szakmai féltékenység beszél belőle. Arra vágyok, hogy apátság is őket készítsen. Jó, az művészileg. Tehát az nem az önmegvalósítás csúcsa egy apátsági főzdét csinálni, tehát ott tényleg csinálod a négyet, blond, dübel, triple, quadruple, és csá. Sőt, ugye a Westfleternél csak hármat. Ott a dübelt ki is hagyják. Igen. Kevésbé szép a habja. Egyébként jobb, mint amire számítottam. Mármint a kitöltés utáni izé alapján. Túl karbonizált, még most is azt mondom, tehát hogy nekem kicsit bántó az is van benne. Ebben biztos vagyok benne, hogy sejmesebb és lágyabb lesz. Hm? Ez sejmes és lágy, igaz? Ha még egyet azt hiszem, mint a megfogtál egy random porra. Sejmes és lágy. Hát... ez kevésbé a panohalm, és az kevésbé hozza azokat a jegyeket, ami egy apátsági sörfőzénél kell, ezért egyébként jó, ízlik, mert nekem ebbe ez a panohalmi kevésbé hozza azokat a jegyeket, ami jellemző az apátsági sörökre, ezért nekem ez alapvetően jobban ízlik. Mint a panohalmi, mert ez meg nagyon szépen hozza, és én ezeket a kandis cukros, nagyon édes, kicsit gejl irányba forduló belga cuccokat kevésbé szeretem. Kevésbé. Tehát, hogyha nekem belgákról van szó, akkor sokkal inkább menjek ezekbe a spontán erjedéses őrülőcségben. Lambik? Innovátor Untergieriger Doppelbock. Hmm. Vajon miben az innovátor? Például az, hogy ez lesz az utolsó két poharunk. Ezek után... Műanyag. De van ezek üvegben. A többi üvegben. Tehát dupla bak. Bak. Oh. 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 Ah. Hab. Most mi van? A habfetisedről szeretnének kérdezni. Igen. Biztos már sokan mi? What's up with the hab? A hab kell a sörre. Ugyanúgy, ahogy a borra nem. A sörre igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Nem néz ki jobban egy sör habbal, mint hab nélkül? De. Akkor mi a kérdés? Neked szépek a habjaid. No. Tehát de nem az a fajta vagy, mint Turó, aki tudod így lazán az óriás szakállával. Ismered Turót? Persze. Bár ő nem is tudom, ő már nem is főzőmester. De ez a hab. De csodálatos. És így mondta, volt valami szutymákolt ilyen vennyigén asszalt, hogy hülyeségük, és ott nem volt semmi habja, és mondom, én sem, és erre csak lazán mindig idézem, hogy nem egy habcentrikus sör. Tehát ez kell egy arc, hogy ezt elsüsd. Hát mondjuk nem, mint hogyha Never Before-nak túl sok habja lett volna. Az mi? A málnás... Ja, annak nem volt jó, de 1800-ek nem. Igen, tehát. Basszus. Ez, meg... Kaphatom az innovátort, innovátor redukátor, 7,1%. Nem akarlak befolyásolni, de... Igen, azt mondod, good. Szerintem nálam ez zupa good. Áll, ez zupa good. Leke. Gazdag és hibátlan. És fémes a vége? Ez tényleg, ez nevetséges. Az én anyám. Fémes a vége.
A högye. Amúgy adáig nagyon jó, de amikor lenyered, utána jön egy kis valami, aminek nincs ott a helye igazából. A filmnek? Hát nem biztos, hogy ez a jó kifejezés rá, hogy... hogy nem inkább már az alkohol? Hogy itt már valami, amit megittam, vagy az, ami ebbe van? Is, de... Illatában tök jellegtelen a cucc. Tehát, hogy, hogy illatában nem hozza azt, amit... Tehát, hogy... De... Finom. Igen, az, igen, lehet, hogy az alkohol, igen. A vége nekem egy kicsit ez a túlédes alkoholosság. Hát. Mivel én fogom vágni a videót, ezért kicsit pörgetem most így az 50. perc táján. Azt sem az, amit 700% dobbel állt. Várj, mi volt az előző? Az innovátor mi volt? 7-1. Doppel bok, ez pedig egy... Ezt meg ezt. Elég a kettő vagy és pólok között. Várjál. Te tudod, mi az Aldi bír? Igazából egyébként nem. Ugye? Hát én se. Tudom, hogy a BJCP-n megvan, hogy az Aldi bír az valami kategória. Igen, az egy kategória a BJCP-re, de hogy mi? De hogy mi? Hát nézzük meg! József? Józsi már nézi! Ask your friend! Google! Szintén német születésű felsőerjesztésű sör. Az Aldi bír. Az Aldi bír felsőerjesztésű? Hoppá! Micsoda, mondjad? Felső eresztésű az oké, de hogy mi? Olvastad? Mi? Több héten keresztül alacsony hőmérsékletet árult, akár csak az alacsony eresztésű fajták. Tehát ha van egy felső eresztésű sör, amit utána lágereznek majd. Észak-német városok. Ez a... mint a kölcs, nem? Sör, bronz vagy sötét színű, csípősen, kesernyés és enyhén fanyarízi sörfajta. Stimmel? 4-5%. Doppelás. 4-5%. Ja, hogy doppel azért. Kisén leültve fogyasszuk. Kicsi. Tumblr pohárban, nyilván abból is szállt. Miből? Tumblr. Az mi? Hát biztos, hogy nem ez. Na tessék, megint Józsinak jutott a... Java. A Doppelaltból is. Ja. Ma. Nagyon szép a réz. A rézszín. Hát szép a hab. Szép. Robi, a hab. Még gáz, hogy elvárom a habot? Nem a gáz, nem az a gáz, hogy elvárod a habot, a hab fetisizmusod egy kicsit túl pörög már az indokolton. Tehát, hogyha van egy, tehát hogyha mondok erre egy nagyon jó példát. Van egy sör, aminek nincs jó habja, az egyszerűen hátrányból indul nálad. És te, mint egy üstököse a magyarországi sörinfluencerségnek, lehet, hogy esetleg bizonyos embereket eltántorítasz a nem feltétlenül megalapozott véleményeddel, amit a habra hangsúlyossá teszel. Egyszer mind ösztönzöm az iparosokat a megfelelő hab előállítására. Ez látod a másik oldala a dolognak, mert ez egy óriási win-win. Hallgattassék meg a habos fér. Nem szép ez a sör. De sose állsz neki úgy egy sörnek, hogy nem érdekel a hab. Hanem a végén nem lesz hab, és azt mondod, mindegy, az íze nem rossz, igazából elnézem neki, hogy nincs habja. De valójában kell, hogy legyen habja. Oké. Köszönöm. Na ez például egy kicsit olyan, mintha egy cseh sört innál a végén ez a hosszabban tartó keserűség. Az. Az, de pont azt akartam kérdezni, hogy megmondanád, hogy felső eresztés? Ez jutott, ez csak nem tudtam meg, hogy olyan csehes. Igen. De mitől csehes? És mert a... Szerinted nem vagyunk átverve? Nem lehet, hogy ez egy alsó eresztésű? Szerintem nincsen, nem, nincs ne szükségük. Vagy... Tehát, hogy amikor van egy ilyen sörfőzés, amikor ezek jönnek, azt mondom, most te alsó vagy felső eresztésű éreztőt használsz benne, az... Oké, okay, csak hogy ad hozzá valamit, hogy ez felső eresztésű? Vagy hát semmi, hát Düsseldorfban... Ez egy jó kérdés, lehet, hogy nem egyébként. Düsseldorfban, ja, ez volt a szokás. Ez egy tök valid kérdés. Köst főztél már? Főztem. És szereted? Szeretem. Szeretem, egy tök jó egyszerű sztori. A köst élesztővel egyébként az az érdekes. Hogy a köst az a köln és környéki felső eresztésű, ilyen kicsit olyan szezonos, olyan fanyar, jó cucc. Jó szárazra ereszt, igen. Elmondom egy fun factet a kölsz éresztőről. Lehet alsó éresztésnek is használni. Tehát az egy olyan éresztő, ami működik kb. 9-től egészen magasan. Csak jól kell stresszelni. És hogyan stresszelsz egy kölsz éresztőt? Hát úgy, hogy nem.
Teszed meg azonnal, hanem lassan teszed be neki. Ha éppenséggel érdekel. Köszönöm. Nem szükség. That's what she said. Várjál, hozok még poharat. Én már mosogattam egyet, most eljössz. Jó, figyelj, mert igazából van még, csak nagyon hátul. És akkor lezuhant a művész. Igen. Hívjuk át Szilárdot, ő felérné külön, csak a székben néz ki kicsit. Júj, annyira várom. Szilárd, annyira várom. Igen, a versenynek a kóstolását. Biztos nagyon kedvesek leszünk veled, és nem fogunk szarrá voltani. Ezt légy szíves, ne tegyem bele a videónak. Persze, hogy nem. Mindig, amikor megkérnek valakit arról, hogy ne tegye bele. Szóval, most ezt majd így videóban meg tudom fordítani, mert az alkalmas rá. A technológia során. Igen, ez egy Giesinger Sternhagel. A Hagel az mi? Hát a hág... Rosszám, a Hagel az valami, a kedvenc. Ismered te a... Ja, te nem vagy egy metal arc? Nem vagy egy metal arc? Szodom együttes? Megvan. A Ruhrvidék az első lemez idején még együtt túrtak a bányász. Jégeső a Hagel. Ja, mert volt egy számuk Bombenhagel. Akkor a bomba jégeső. Akkor ez Sternhagel, ez a csillagjégeső. Csillagjégeső. Nincs helye a memóriában, és kész. Beteltünk. Sose fogják megtudni, hogy ez milyen. Akkor ezzel fölveszünk. Így. De nincs már, meg már nincs hangja. Oh my God. Na, akkor ezt leállítom. Nem baj, sose fogják megtudni. Őt is. Aha.